Kedves szőlőtermesztő partnereink! A szőlőtermelés számos növényvédelmi kihívása közül ma a moly kártevőkről, azok kártételéről, illetve ennek kapcsán egy innovatív, hatékony, hasznos szervezeteket kímélő és szelektív megoldásról szeretném Önöket tájékoztatni. Magyarország borvidékein eltérő mértékben, de mindenütt megtalálhatóak a szőlőmolyok. Hazánkban két fajuk károsít. A felső képen látható tarka szőlőmoly a gyakoribb és elterjedtebb, míg az alsó képen szereplő nyerges szőlőmoly jelentősége kisebb. Az ellenük való védekezés a minőségi szőlőtermesztésben a növényvédelmi technológia része kell, hogy legyen. Beszéljünk akkor tehát a tarka szőlőmolyról. A Magyarországon károsító szőlőmolyok közül ugye ő a jelentősebb, a gyakoribb és az elterjedtebb, tehát a növényvédelmi technológiát is jobbára rá kell kidolgozni. Éghajlati igény eltérő a nyerges szőlőmolyoktól, ugyanis a száraz és meleg időjárás kedveli. Magyarországon három nemzedéke fejlődik, és bábalakban telel a szőlő kéregrepedésében, illetve egyéb rejtett helyeken. Tavasszal a bából fejlődött első nemzedék rajzása április végén, május elején indul, a második nemzedék rajzása júniusra tehető, míg a harmadik nemzedék rajzása augusztusban szokott megtörténni. A bal felső képen láthatjuk, hogy az első nemzedék lárva kártevői milyen károkat tudnak okozni a szőlőben. Ugye a szőlő fenológiájából adódóan ilyenkor még fürt kezdemények vannak, és a kis lárvák ilyenkor a bimbóba berágva, és ott szövedékét készítve károsítják a szőlőt. Ugyanakkor ez még csak az elsődleges kártételük, mert ilyenkor, hogyha nincs jó védekezés, vagy nem megfelelő védekezés van a szőlőmajok első nemzedék ellen, akkor azokból ki tud fejlődni majd a második is, illetve további nemzedékek. Tehát ezért fontos már itt is jelezni, hogy az első nemzedék ellen védekezés fontos. Ha tovább megyünk és megnézzük a második és harmadik nemzedéknek a kártétele, abban már hasonlít, hogy ők már a generatív szerveket károsítják. Ez azt jelenti, hogy a második nemzedék esetében még az éretlenebb, míg a harmadik nemzedék esetében már az érettebb, cukrosabb bogyókat bogyókba rágnak bele, okozva ezzel közvetlen bogyókárt, ami a terméskiesést fog eredményezni. Azonban, és főleg a harmadik nemzedékre értendő, ennél nagyobb kárt is tudnak okozni a másodlagos kártételükkel, méghozzá az, ami azt jelenti, hogy az általuk okozott sérüléseken keresztül gombabetegségek is megtámadhatják a szőlőt, és ez alapvetően a botrytis cinerea, tehát a szürkepenész fellépésére értendő, és ezáltal még nagyobb kárt tudnak okozni a termésben. Tehát a szőlőmolyok elleni védelem nélkül minőségi termesztés nem képzelhető el. Az Európai Unió évről évre egyre több hatóanyagot és készítményt vont ki a piacról, és érinti ez ugye a rovarölőszerek csoportját is. Ezért örvendetes hír, hogy a szőlőtechnológia egy új, innovatív, hatékony és környezetbarát megoldással bővült. A készítmény neve Corprima 20SC. Hatóanyag tartalma 200 g per liter klór-antralanipról, dózisa pedig 0,15-0,175 liter per hektár. De mitől is innovatív a Corprima 20SC? Attól, hogy a jelenleg használt inszekciditektől eltérően, mint például a piretroidok vagy a kitinszintézis gátlók, egy új hatásmechanizmussal rendelkezik, ez pedig az izomműködés gátlása. Hármas hatásmódú készítmény, kontakt, felszívód és gyomorméreg. A célszervezetben az izomműködés gátlásával táplálkozásbénulást okoz, ami a lárvák elpusztulásához fog vezetni. Tojásölő hatása is rendelkezik, valamint a kikelt lárvák összes fejlődési alakja ellen hatékony. A hatóanyaggal érintkező tojásokból a lárvák már nem is tudnak kikelni. A kezelt és eltalált lárvák pedig néhány órán belül megbénulnak, táplálkozásuk leáll, és a teljes pusztulásuk pedig a permetezés követően kb. 2-4 napon belül következik be. Ez egy kiváló biológiai hatékonyságú készítmény, mellette méhekre nem jelölés köteles, ami azt jelenti, hogy bármely napszakban permetezhető, akár virágzásban is, valamint szelektív, ami azt jelenti, hogy megkíméli a hasznos élő szervezeteket, mint például a ragadozóatkák vagy a fürkészdarazsak. És még egy jó tulajdonsága van, hogy rezisztencia törésre is alkalmas, pont az említett egyedi hatásmódjának köszönhetően. A Corprima egy tenyésző időszakban csak egyszer használható szőlőben, ezért is fontos, hogy azt az egy védekezést jól időzítsük. Mi azt javasoljuk, hogy már az első nemzedék lárvái ellen érdemes bevetni a Corprimát, mert így nem csak azt a nemzedéket blokkoljuk, hanem megakadályozzuk a további generáció kifejlődését is. Ha azonban az első nemzedék vagy gyenge, vagy nem is fejlődik ki, akkor természetesen a készítmény használható a második, illetve a harmadik nemzedék lárvái ellen is védekezésben. A zöld munkák szakszerű és időben való elvégzése nagyban könnyíti a
hatását a készítménynek, valamint a hatástartom fokozására és a permetlen borítás elősegítésére használhatjuk a kvízda kínálatából a Designer adjuvánst 0,14%-os koncentrációban. A Colprima 20 SC a kereskedelmi forgalomban csak csomagban lesz kapható, a csomag neve Lobézia, amely tartalmaz 1 liter Colprima SC-t és 10 liter Copperfieldet. A Colprima 20 SC egy hatékony, hasznos szervezeteket kímélő, szelektív megoldás. Köszönöm a figyelmüket!